Városunkat mindig is érzékenyen érintette minden jogszabály változása a turizmussal kapcsolatban. Ennek megfelelően a legutóbbi testületi ülésen napirenden volt, és a testület hozzájárulását adta, hogy a TDM szervezet pályázatot nyújtson be a számukra meghirdetett fejlesztéssel kapcsolatban. Köszöntelek a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és tudom, hogy nagyon szűk a mai határidő, hiszen egy pályázatot kell beadnotok. Pontosan micsodát? Igen, én is köszöntöm a nézőket, illetve köszöntelek téged is. Az előző testületi ülésen volt egy előterjesztés ezzel kapcsolatban, amiről talán a nézők nagyon keveset láthattak, hiszen hál' Istennek a testület egyöntetően jóváhagyását adta arra, hogy ez a pályázat benyújtásra kerüljön. A TDM szervezetünk már két nyertes pályázaton túl van, és ennek a pályázati időszaknak a mostani kiírásában szintén szerepelt egy turisztikai szervezetekre kiírt fejlesztési pályázat. Ezen kívánunk részt venni. Habár a pályázati feltételek nagyon-nagyon nehezek, és olyan pontok vannak, amiket sajnos nem tud a szervezetünk vállalni a kiírások miatt, tehát tőlünk független okok miatt. Ezért, ha bár kicsi az esély, de én úgy gondoltam, illetve a kollégákkal úgy gondoltuk, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, hogyha 1%-nyi esélyünk is van a sikerre, akkor meg kell, hogy próbáljuk. Úgyhogy ennek a pályázatnak van a beadási határidője a mai napon. Ilyenkor általában előfordul, hogy ledob az internetről a szerver, valami miatt nem működik úgy a gép. Mennyire lehet felkészülni ezekre a pályázati határidőkre, amit interneten és szoros határidőre kell beadni? Hát nagyon nehéz, azt kell, hogy mondjam. Az előző két pályázathoz képest teljesen új a kiírás, teljesen új a feltöltő felület, és menet közben lehet csak sajnos látni a rendszerből, hogy mit is várnak el, milyen adatokat kell szolgáltassunk. Hál' Istennek nagyon jó az együttműködés a többi TDM szervezettel országos szinten. Vannak, akik már az előző időpontra beadták a pályázatukat. Mi még ugye az előzőnél is egyeztettünk az önkormányzattal is különböző feltételeket, hogy össze tudjunk állítani, és erre a határidőre át most úgy néz ki a lehetőségeink szerint minden. De hát éppen említettem is, hogy a mai napon mielőtt ide jöttem a kitöltő programban olyan újdonságokkal találkoztunk, ami se a kiírásban nem szerepelt, se előzetesen információnk nem volt rá, úgyhogy hát éjfélig még van időnk, hogy megoldjuk ezeket a helyzeteket, de mindenféleképpen benyújtásra kerül, hiszen összesen egy 86 millió forint elszámolható pályázati keret van, amit le lehet hívni. Ennek természetesen van egy önerő része, 75%-os támogatás intenzitás van, tehát olyan 21 millió forint önerő van, és 65 millió forint az, amit támogatásként a szervezet meg tud kapni. 4 nagy terület van, amire pályázhatunk, amiben nem számítom bele a projektmenedzsment, a közbeszerzési és előkészítési költségeket és részeket. Van egy monitoring rendszer kialakítása, ez kötelező elem, ez szükséges ahhoz, hogy az országos rendszerbe mi megfelelő módon adatokat tudjunk szolgáltatni, tehát egy nagy országos turisztikai statisztikához kell hozzájárulnunk. Ezen kívül van a marketing rész, talán ezt kellett volna legelőre hoznom, hiszen a tulajdonosi elvárás is ez volt az eddigi pályázatoknál, illetve most is, hogy a pályázatból a maximális lehetőségét a marketingnek hozzuk ki. Ez most a jelen pályázati költségvetés szerint ez így össze is állt. Tehát ahogy említettem, 86 millió a teljes költségvetés, tehát 43 millió forintra, tehát a maximum 50%-ra sikerült beállítani ezt a költségkeretet. Ezen kívül képzés van, szintén kötelező elemként szerepel ez a pályázatban. Itt mind a tagok képzése, mind a szolgáltatók képzése, benne van lakossági szemléletformálás és környezeti fenntarthatóságokkal, esélyegyenlőséggel kapcsolatos képzéseink lesznek, ha sikeres lesz a pályázatunk, és a negyedik nagy kör az pedig a termékfejlesztés. Itt különböző új csomagokat, turisztikai elemeket kell összeállítanunk, rendezvényinfrastruktúra korszerűsítésre van lehetőség.
túraútvonalakat alakítottunk ki, garantált mini programok vannak a tervezett anyagban, úgyhogy habár az elején nagyon döcögősen indult a pályázat összeállítása, habár ugye a tagjainkat is még tavaly is megszondáztattuk, hogy mit szeretnének, mit várnak, mi az, amiben tovább lépést tud ez a pályázat hozni, milyen elemeket rakjunk bele. Így a végére elég szépen összeállt az anyag, tehát így nagy komplett egészként, minden mindennel összefügg, úgyhogy bízunk abban, hogy habár kicsi az esélye, ahogy említettem, de mégis sikerrel veszük az akadályt. Azért nyugtassuk meg a partnereket és a város lakóit, hogyha véletlen, egész véletlen nem nyer a pályázat, a TDM akkor is gőzerővel folytatja munkáját tovább. Ez így van, abszolút, tehát azért vannak benne olyan tételek a pályázatunkban, amit mi már igazság szerint el is kezdtük az előkészítését, és az akár pályázat nélkül is megvalósítható. Pontosan kihasználva a lehetőségeket, azért elég sok bértámogatást raktunk a pályázatba, tehát nagyon sok saját teljesítés van, ami azt jelenti, hogy igazából támogatás nélkül is meg tudjuk csinálni azokat a fejlesztési részeket, de sokkal jobb lenne, hogyha ugye ez Európai Uniós pályázati pénzből tudna megvalósítani, hiszen ez segítséget nyújthatna a szereplőknek is, illetve a szervezetünknek is. Pályázat után egy újabb siker, most a booking.com fog Hajdúszoboszlóra látogatni, ha jól tudom. Így van, ahogy az előbb a pályázatnál említettem, mi nagyon odafigyelünk a képzésekre, mind a tagjainknak, mind így összességében a képzésekre, és erre az év elejére ugye a két nagy utazás, online utazási közvetítő hívtuk el, az egyik ugye a szállás.hu-nak volt a workshopja, magánszálláshelyeknek és szállodáknak tartották ezt meg. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sikeres volt, sok hasznos információt kaphattak a kollégák, illetve személyes kapcsolat is ki tudott így alakulni a Kelet-Európa egyik legnagyobb cégével. És a következő nagy dobás az igazság szerint most április 12-én lesz a Hotel Atlantisban, a szállodásoknak 10 órától, a magánszállás helyadóknak 17 órától lesz ez az egyeztetés. Itt is nagyon sok hasznos információ lesz trendekről, az online jelenlétről, az ő működésükről, beállításokról, tehát én úgy gondolom, hogy érdemes részt venni. Azok a tagjaink, akik nem kapták meg ezt a meghívót erre a napra, vagy a Bookingtól, vagy tőlünk, és szeretnének jönni, mivel egy online felületen lehet regisztrálni, ezért abban tudunk segíteni, hogyha a turinformirodát felhívják, vagy befáradnak, akkor a kollégák a regisztrációban nagy szeretettel fognak segíteni, és április 12-én akkor ők is részt vehetnek ezen a nagy rendezvényen. Sok sikert a rendezvényhez, és a pályázathoz is. Köszönöm szépen, köszönjük!